szeretném bejelenteni, hogy a Mi Hazánk mozgalom az esetleges élelmiszerválság megelőzésére javaslatcsomagot dolgozott ki, és ennek a javaslatcsomagnak az első vagy az egyik elemét szeretném most röviden ismertetni. A Mi Hazánk mozgalom kiemelkedően fontosnak tartja az élelmiszerellátás biztonságának folyamatos fenntartását, az élelmiszerbiztonság megteremtését. Ez egyébként alapvető nemzetbiztonsági érdeke Magyarországnak, és a hosszú hetek óta zajló és véletlen elhúzódó orosz-ukrán háború miatt olyan esetleges következményekre is fel kell készülnünk, amelyekkel legutóbb talán a II. Világháború környékén kellett számolni, vagy kellett ilyen körülményekre fölkészülni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy egyrészt a tájékoztatás és a felvilágosítás eszközeivel, másrészt pedig anyagi ösztönzőkkel rábírjuk, rávezessük arra a magyar lakosságot, hogy az önellátást vegyék sokkal komolyabban. Itt pontosan arra gondolok, hogy rengeteg akár vidéki, vagy éppen városi rangú településen lévő kiskertet az eddigieknél sokkal hatékonyabban ki lehetne használni, akár zöldség, akár gyümölcstermelésre, akár pedig olyan kisállattartásra, amely az élelmiszerbiztonság esetleges zavarainak előfordulásakor a túlélésre szükséges élelmiszer vagy élelmiszer alapanyagok megtermelését biztosítaná. Ha végignézzük az elmúlt 32 év rombolását, akkor láthatjuk azt is, hogy oly mértékben leszoktatták a magyar lakosságot az önellátásról. Sokszor elvették az embereknek a kistermeléshez való kedvét is, hogy ma már legtöbbször faluhelyen azzal szembesülünk, hogyha a multinacionális kiskereskedelmi áruházláncok helyi boltjai bezárnának, akkor bizony alapvető ellátási problémák alakulnának ki, holott vidéken rendszerint több ezer négyzetméteres terület áll rendelkezésre, és ezeket rendkívül alacsony költséggel hasznosan lehetne, vagy arra lehetne alkalmazni, használni, hogy az alapvető zöldségeket, gyümölcsöket megtermeljük, és a kisállattartás révén akár az alapvető hús szükségletét is tudja biztosítani egy-egy család. Ennek érdekében a Mi Hazánk mozgalom fontosnak tartja a természetbeni juttatásokat, a magyar állam, a magyar kormány teremtse meg az alapvető feltételeket a lakosság részére történő természetbeni juttatásokkal, kisebb összegű, visszanemtérítendő támogatás formájában pénzbeli juttatásokkal, illetőleg különböző egyéb már most folyósított akár állami, akár önkormányzati hatáskörbe tartozó ellátásoknál jelentsen előnyt képező feltételt az, hogyha valaki az önellátásnak erre a formájára visszaáll, hiszen hogyha nagyon kritikus idők következnek, bár ezt nyilván nem kívánom senkinek sem, de jelen helyzetben nem lehet ezt kizárni, akkor alapvető szükséglet, hogy a legfontosabb élelmiszerek akár helyben előállítva, biztosítva legyenek. Természetesen azokról a kertekről, azokról az ingatlanokról beszélek, vagy beszélünk, ahol ez az ingatlan jellegénél fogva értelmezhető. Biztosak vagyunk abban, hogy a jelenlegéhez képest jóval magasabb hatásfokkal lehetne kihasználni azokat a kerteket, azokat az udvarokat, amelyek most gyakorlatilag rendkívül pazarló és önsorsontó módon parlagon hevernek. Ehhez azonban a felvilágosításon és a tájékoztatáson kívül az említett módon a magyar kormány, a magyar állam természetben és pénzbeli juttatásaira van szükség, annak érdekében, hogy a magyar embereket minél nagyobb hatásfokkal föl tudjuk készíteni olyan körülményekre, olyan élethelyzetekre, amelyekkel utoljára csak legfeljebb 70 évvel ezelőtt kellett számolni. Éppen ezért ehhez szükséges javaslatcsomagot az új parlament megalakulása után országgyűlési határozati javaslat tervezet formájában nagyon hamar be fogunk nyújtani, és egyben ezt nem csak kérjük, hanem követeljük is Magyarország kormányától, hiszen, ahogy az előbb mondtam, ez alapvető nemzetbiztonsági érdeke ma Magyarországnak és a magyar embereknek.